A szeretet küldetése minden emberre kiterjed, hiszen mindnyájan testvérek vagyunk, mondta Erdő Péter bíboros az ökumenikus imahét zárónapján tartott harmadik keresztény zsidó imaórán január 26-án Budapesten, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának rendezvényén a bíboros rámutatott, Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a legfontosabb az Isten szeretet, a második pedig az embertársak szeretete. Domán István főrabbi, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem professzor emirátusa a Szentírás alapján arról beszélt, hogy szeretni kell Istent, fele barátainkat és a jövevényeket. Szólt a zsidóság elhurcolásának 70. évfordulójáról is. Az imaórán többek között részt vett Gáncs Péter evangélikus püspök, Kalota József a konstantinápolyi patriarhátus érseki vikáriusa, Pap János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István metodista szuperintendens, Pataki Albert a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke és Fischl Vilmos a Keresztény Zsidó Tanács elnöke. Az imaórán elhangzott beszédeket megnézhetik a Bonum TV Beszédtár című műsorában.